Nem jó a túl magas minimálbér. Erről Márki Péter beszélt egy korábbi videójában. Azt mondta, rengeteg hátránya van a magasabb minimálbérnek, és úgy fogalmazott, tragédia lenne, ha azt bevezetnék. Ezzel szemben a legutóbbi nemzeti konzultációban az emberek 94%-a egyetértett a minimálbér évi emelésével. A Fidesz szerint Márki Péter veszélybe sodorná több százezer ember megélhetését. A minimálbérnek ha belemennénk, rengeteg hátrány is van. Nem jó, ha túl magas a minimálbér. Többek között erről beszélt internetes videójában a baloldal miniszterelnök jelöltje. Márkizai Péter szerint, ha túl magas a minimálbér, akkor a vállalkozók nem fognak alkalmazni embereket. Ha most Magyarországon felemelnénk a minimálbért 500 ezer forintra, az tragédia lenne az iszonyatos károkozás lenne, az egész ország tönkre menne. Nemzeti konzultáció. A kormány szerint Magyarország megerősítését a minimálbér 200 ezer forintra emelésével kell kezdeni. Ön mit gondol erről? Januártól 200 ezer forint lesz a minimálbér, ami a legutóbbi nemzeti konzultációnak is témája volt. A válaszadók elsőprő többsége 94 százalék támogatta a kormány kezdeményezését az emelésről, végül meg is született a bérmegállapodás. Ennek értelmében január 1-től a minimálbér 200 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 260 ezer forintra nő. Így 2010-hez képest ezek a bérek csak nem a háromszorosára emelkednek. Jövőre pedig több lesz a minimálbér, mint 2010-ben az átlagbér volt. Meg fogja tudni oldani ezt a béremelést, ki fogja tudni gazdálkodni a növekvő bérköltségeket. A munkaadók ki tudják gazdálkodni a minimál béremelést. Erről a munkaadók és gyáriparosok országos szövetségének alelnöke beszélt a bérmegállapodás aláírása után. Szerint a gazdaság növekedése lehetővé teszi ezt, ráadásul számos támogatással is segíti a kormány vállalkozásokat. Az adó csökkentések révén jövőre 4%-kal csökken a szociális hozzájárulási adó, miközben a kisvállalati adó is mérséklődik 11-ről 10%. -ra. Ezek mellett 2022-ben is megmarad a helyi iparűzési adó idei megfelezése, így több mint 660 milliárd forint marad a vállalkozásoknál. Én gazdasági kérdésekben roppant liberális vagyok, én nem feltétlenül tartom szükségesnek a minimálbér Nem kell minimálbér, erről is beszélt korábbi videójában már Kizaj Péter, szombaton azonban már letagadta. Nem mondtam azt, hogy nincsen szükség a minimálbérre. Mire gondol? Márkizaj Péter veszélybe sodorna annak a több százezer embernek a fizetését, akik minimálbért vagy garantált bérminimumot keresnek. Így reagált a Fidesz Márkizaj Péter mondataira. Az elmúlt 12 évben a magyar emberek, a vállalkozások és a kormány együttműködésének köszönhetően 73.500 forintról 2022-re bruttó 200.000 forintra emelkedett a minimálbér. Ez közös eredmény, sok munka van benne. A baloldal miniszterelnök jelöltje azzal, hogy megszüntetni a minimálbért, ezeket a közös eredményeket veszélyeztetni. Ne hagyjuk neki. Hollik István úgy fogalmazott: A törvényi kötelesség megszüntetésével a baloldal kiszolgáltatná a dolgozó embereket a vállalatoknak és a nagy multicégeknek.